Több ezren szurkoltak a magyar csapatnak, fergeteges volt a hangulat a Széchenyi téren. 120 éve nem volt ilyen meleg, megdőlt a melegrekord júniusban. Köszöntöm nézőinket, Önök a regionális televízió Esztergom hírösszefoglalóját látják. Több ezren szurkoltak az elmúlt hetekben Esztergom főterén a magyar válogatottnak a szurkolói zónában. A hangulat hasonlóan a 2016-os Európa-bajnoksághoz fergetegesre sikeredett. A híradó által megkérdezett szurkolók elégedettek voltak a magyar válogatott nagyszerű teljesítményével. Nem csak a felnőttek, a gyerekek közül is sokan szurkoltak a magyar válogatottnak szerda este. Hajrá, magyarok! A drukkerek közül sokan már jóval a mérkőzés előtt megérkeztek a város főterére, hogy a sorsdöntő meccsen végig szurkolhassanak a magyar csapatjátékosainak. Teljesen elégedett vagyok most is a csapattal. Akkor is elmondtam, hogy 16-ban is itt voltunk. Tökéletes meccsek voltak akkor is. Úgy jöttünk ki, hogy lesz, ami lesz a meccsel. Én kiegyezek egy döntetlennel is, nem érdekel, hogy tovább jutunk vagy sem. Az eddigi teljesítmény, amit a magyarok nyújtottak, a számunkra bőségesen elég, meg vagyunk velük elégedve. A magyar-német mérkőzés alatt, mint ahogy az országban több épület, az esztergomi városháza is nemzeti színekben pompázott. A város főterén több mint ezren szurkoltak a mérkőzés alatt a magyar válogatottnak. Rajtunk biztosan nem fog múlni az, hogy majd győzzünk, úgyhogy itt a hangulat már a tetőfogára hágott. Az első gólra nem kellett sokat várni. A szurkolók nagyon örültek az első félidő eredményének. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar gólt lövünk, de szép volt. Jók voltak a srácok. Folytatom. És így tovább. A második félidő után végül döntetlen eredménnyel zárult a mérkőzés, így nem jutott tovább a magyar válogatott. A szurkolók azonban elismerték a magyar csapat nagyszerű teljesítményét. Gyönyörű játékot láthattunk a magyar csapattól, tényleg elképesztő, erre nem számítottunk, és úgy gondoljuk, hogy mi, tehát oké, hogy 2-2, de nyertünk szerintem. Tehát én nem tudom, olyan gyönyörű érzés, tényleg nincsenek szavak. A pandémia ellenére további számos beruházás indult el a térségben. A héten az éppen folyamatban lévő dorogi beruházásokat tekintette meg dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője, és dr. Titman János, Dorogváros polgármestere. Igen, hát ez egy azóta is gyönyörűen funkcionál. Meg egyáltalán, tehát ez a kép, ez szerintem elképesztő. A Schmidt Sándor Agóránál találkozott Völner Pál, országgyűlési képviselő, és Titman János, polgármester. Innen gyalogosan járták körbe a most zajló három beruházást. Dorogon megújul a Mária utca. Új parkolók létesülnek, térköves járdaburkolat készül a nyár folyamán. A járdaépítéssel párhuzamosan beépítik a beültetendő fák és a több mint 300 méter hosszan elnyúló sövénysor locsolásához szükséges csepegtetőrendszert is. Így most abban a helyzetben vagyunk, hogy határidőre át fogjuk tudni adni azt a három fő beruházást, amely egy közlekedési rendszerfejlesztéshez kötődik, a Mária utcának a felújítása, a sporthoz kötődik a Buzánszki Jenő stadionnak a felújítása, és egy határterület, a közművelődés, kultúra és a sport határterületén helyezkedik el az a tekepálya, amely már hosszú évek óta halasztott programunk volt, de most mégre megvalósulhat. Dorogon jelenleg az egyik legnagyobb beruházás a Buzánszki Jenő labdarúgó stadion felújítása, ahol most a talajfeltöltési munkálatok zajlanak. Völner Pál országgyűlési képviselő elmondta, a magyar gazdaság erősségét mutatja az, hogy a pandémia alatt is ennyi új beruházás indulhatott el. Gondolunk a jövőre, elkészül ez a tekepálya, megújul a Mária utca, és hát ami a dorogiaknak egy ilyen régi adóssága volt a mi részünkről, hogy a Buzánszki Jenő stadion is meg tud újulni, és remélem, hogy az a felújítási folyamat majd az évek folyamán tovább folyik. Azt hiszem, hogy a legfontosabb mindig az, hogy nem csak az, hogy épületek legyenek, utak legyenek, hanem élhetők, terek legyenek, és ez is arra egy bizonyíték, hogy Dorogon is gondolnak erre. Dorog régi álma volt egy új, korszerű tekepálya megépítése. Az új létesítmény tervezett átadását a 71. bányásznap ünnepére tervezik.
Folytatódik a kánikula, az esti órákban sem csökken jelentősen a hőmérséklet. 120 éves meleg rekord dőlt meg június 24-én, a tartós hőség sokak szervezetét megviseli. Szakemberek szerint a rendkívül meleg nyári napokon több fontos szabály betartása is elengedhetetlen. Dr. Bense Tamás háziorvos gyermekgyógyász szerint 11 órától délután 4 óráig, aki teheti, ne tartózkodjon a napon, és a bő folyadékbevitel, a nap elleni védekezés is rendkívül fontos. A krónikus betegekre, a kisgyermekekre, az idősekre fokozottan figyelni kell az extrém meleg időben. Idősek, gyerekek, akik fokozottan veszélyeztetettek, és hát emellett a felnőtt lakosság egyértelműen ugyanúgy a napszúrást, illetőleg hőgutát, ha valaki nem tartja be a szabályokat, simán meg lehet kapni. Fejfájás, szédülés, hányás, aluszékonyság, amelyik azoknál az embereknél jelentkezhet, akik nem voltak kellően óvatosak. Az extrém kánikulában is gőzerővel dolgoztak a héten a Magyar Közút munkatársai az 1111-es számú főúton a kátyújavítási munkálatokon. A meleg aszfalt közel 180 fokos, így a kánikulában nem volt egyszerű dolguk a cég szakembereinek. A munkálatok ideje alatt a társaság hidegivóvizet és szüneteket is elrendel a dolgozó munkásoknak. Az autósokat pedig arra kérik a cég munkatársai, hogy a munkálatokra az érintett szakaszon több figyelemfelhívó táblát is kihelyeznek, a dolgozókra az utakon közlekedők fokozottan figyeljenek. A meleg aszfalt, amit bedolgozunk, 180 fokos, úgyhogy az is még duplán nyomja a meleget. Az aszfalt hőmérséklete ugye változó lehet, de 50-60 fokos alapból egy aszfalt hőmérséklet így nyáron, úgyhogy fölülről és alulról is nagyon, nagyon erős dózisba kapják a meleget. A diákok 16 éves koruktól szülői engedéllyel dolgozhatnak. De a szünidőben már a 15 éves középiskolások is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, amit a NAV-nál személyesen vagy online lehet igényelni. A munkaadó adóelőlegként vonja le a diák bruttó jövedelméből a 15% személyi jövedelemadót, és ha munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban dolgozik, akkor az egyéni járulékot is. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, amely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A diák munka részleteiről a NAV 72-es információs füzetéből tájékozódhatnak az érintettek. A munkaviszonyt a munkáltató bejelenti a NAV-hoz. A diáknak meg kell kapni a minimálbért, ami a napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 167.400 forint. Ha a diák egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozik, azaz alkalmi vagy idénymunka, akkor ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni. A diákok foglalkoztatásáról a NAV honlapján lehet bővebben tájékozódni a 72-es számú információs füzetben. Esztergom természeti kincsei közé tartozik a közel 2 kilométer hosszú platánsor a Kisduna sétányon. Legutóbb törzs számokkal látták el a város egyik legnépszerűbb sétányának fa matuzsálemeit. A számozás célja az volt, hogy a több mint 100 éves fákról egyedekre szabottan tudjanak gondoskodni, hiszen számtalan kártevő élősködik rajtuk. A platánsor 150 egyedét QR kóddal is ellátják, hogy a tervek szerint a Kisduna parti fasor államilag elismert védelmet kap. Minden fának lesz egy saját törzszáma, lesz egy saját QR kódja, és ezek szerint egyénileg fogunk tudni a fákkal foglalkozni. Van egy fakopos vizsgálat minden fára vonatkozóan, amit szeretnénk fa szerint beazonosítani, a QR kód alá információként feltölteni, és akkor ennek függvényében meg tudjuk tenni a megfelelő óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a fák még hosszú ideig szolgálhassák az esztergomiaknak az érdekeit és az igényeit. Tótágasz címmel kétnapos gyerekprogramot szerveztek kicsiknek és nagyoknak a kapcsolatok házában. Június 24-én és 25-én az óvodásokat és a kisiskolásokat, más-más foglalkozások, a Danur Biniti óriás társasa, a játékkunyhó társas játékai, a Geoda és a Csillangó meseműhely előadásai, valamint izgalmas vetélkedők is várták. Húha! Fogtam egy halát! Fogtam egy halat! Volt, hogy egyszerre két hal is horogra akadt a vetélkedő szabadtéri helyszínén, a Kapcsolatok háza udvarán. A pingponglabdát a vízipisztollyal nem mindig sikerült az üveg tetejéről lelőni, de többször lehetett próbálkozni, és az sem volt gond, ha a nagy melegben néhányan vizesek lettek. Menni kellett 3 darab kapucnak, egy ilyen napot, meg
És akkor ezeket a lapokat így, de ebből a lapon ezeket a kis kockákat ki kell vágni. Csordás Csaba Huba a fakockás játék szabályait is el tudta mondani nekünk, és ügyesen el is készítette ezeket. A madarak nevét és fényképét is pontosan párosították össze a játékban résztvevő gyerekek, akik sorban járták végig a vetélkedő különböző helyszíneit. Reggel 9 órától mind a két napon, csütörtökön és pénteki napon is óvodásoknak tartottunk foglalkozást, egy ilyen mesés kézműves foglalkozást, de vendégünk volt a Duna Múzeum egy foglalkozásra, eljöttek a geódások és a játékkunyhó is, csütörtök este pedig a csillag Langó mese zenekar szórakoztatta a gyerekeket. A Kapcsolatok Háza kétnapos, ingyenes programjaira érkezők nagy része a Városi Könyvtár Nagyon Kék táborából érkezett, felkeresték a rendezvényt a város óvodái is, de érkeztek szülői vagy nagyszülői kísérettel kisiskolás és óvodáskorú gyerekek. Ennyi fért mai híradásunkban, legközelebb hétfőn jelentkezünk friss hírösszefoglalónkkal. Addig is tudják, kövessenek minket a weboldalunkon, a www.rtve.hu címen, valamint közösségi felületeinken és adásban is. Vigyázzanak nagyon magukra, minden jót kívánok, viszontlátásra!